Labdarúgóink az őszi szezont az NB3-as bajnokság Mátra csoportjában kezdték. Az őszön kaptunk hideget, meleget jócskán, a turai fordulót sem tudjuk igazán feledni. A márciusi kezdet előtt a hóesés elősen beleszólt a felkészülésbe, de a fiúk már alig várják a folytatást. Ma még üres és havas a sportpálya, de már március 7-én indul az új szezon. Hogyan készülnek? Január 7-én kezdtük el a felkészülést, most éppen 6 hete, és a terveknek megfelelően tudtuk eddig végezni. Most az utóbbi pár napban volt az, hogy ez a nagy havazás miatt nem tudtunk rámenni a műfüves pályára, és elmaradt két edzőmérkőzésünk. Picikét, meg kanyarodjunk még vissza az őszhöz. Mennyire volt nevezhető sikeresnek az őszi szezon itt most már az új helyen, a Mátra csoportban? Hát én úgy gondolom, hogy sikeres volt a terveknek megfelelően, amit a célkitűzés is volt a csapat elé. Én egy teljesen új csoportban voltunk, nem ismertük az ellenfeleket, és én szerintem ez jó volt. Mennyire lesz változás most az új tavaszi szezonban a csapattagokon belül? Hát nagy változás nincsen, két játékosunk elment, a Virág Béla és a Kovács István, és helyette Nagy Szabolcs érkezett. Ők honnan érkeztek, mit lehet róluk tudni? Nagy Szabolcs, ő már játszott itt kétszer is, Balmazújvároson ő Hajdú Szoboszlóra érkezett. Reméljük, hogy ugyanolyan jó szezon tud produkálni, mint ott 8 gólt rúgott. Mennyire sikerült eddig beilleszkedniük a csapatba? Hát szerintem, hogy így egyedül jött, ő neki nagyon könnyű dolga volt, egyrészt sok játékos még ismert, én is dolgoztam már vele, nem minim, hogy ez problémát jelent. Már eddig jó néhány edzőmérkőzésen túl vagyunk, eddig hogyan szerepeltek a fiúk? Hát eddig meglepően jól szerepeltünk, megmondom őszintén, nem vártam, hogy a 7 edzőmérkőzésből 6-szor sikerült győzni, és egy döntetlen volt. Én úgy gondolom, ilyenkor nem az eredmény a fontos egyik edzőmérkőzésen sem, hanem hogy mindenki kapjon terhelést, megnézzük azokat a játékosokat, és akik fiatalok vagy kevesebbet játszottak, hogy mit tudnak egy igazi komoly felmérő mérkőzésen. Jelenleg, mostani időben mennyire érzi felkészültnek a gárdát? Nagyon nehéz megítélnem, megmondom őszintén, hogy milyen állapotban vagyunk, mert nagyon ilyen még nem fordult elő, hogy egy teljes téli felkészülést úgy tudtunk végrehajtani, hogy a pályán voltunk, a műfüves pályán labdával tudtunk edzeni. Az időjárás, még egyszer mondom, az utóbbi pár napba szólt közbe, és eddig minden tökéletes volt ilyen szempontból. Mai napon is éppen egy edzőmérkőzés előtt állunk. Milyen eredményre számít? Hát sajnos a mai edzőmérkőzés is el fog maradni a nagy havazás miatt. Nem tudták letakarítani a pályát. Én nagyon sajnálom, mert pont ez az utolsó két mérkőzés, ami volt múlt héten is elmaradt, és most két erős ellenfél lett volna. Ma játszottunk volna a Bőccsel, egy MB2-es csapattal, amelyik ott áll a bajnokságban a második helyen. Egy nagyon jó felmérő lett volna, sajnos így el fog maradni. Tavaszi fordulóra mik a célok? Vannak konkrét célok, elvárások, vagy csupán a bennmaradása fontos? Nem, ugyanazok, ami az év elején is volt, hogy a 6-tól 10. helye megszerzése. Nagyon nehéz megítélni, megmondom őszintén, így az interneten, a sajtóban, hogy olvassa az ember, hogy mik vannak ebbe a csoportban. Vannak rengeteg csapatnál változások, van amelyik csapat erősödött, van amelyik csapat nagyon gyengült. Nem tudom, hogy mi várható. Van esetleg a felkészülésben, az edzői munkában valami újabb stratégia? A nézők közül nagyon sokan hiányolták az előző meccseken, az előző szezonban a támadójátékot. Hát én úgy gondolom, hogy támadójátékban eddig is, mint tavaly is, én arra törekszem, hogy egy sok mozgásos, passzolós csapat legyünk, minél többet legyen nálunk a labda. Én úgy gondolom, hogy a támadójátékban én azt tudom mondani, hogy én nem, hál' Istennek nem úgy volt, hogy egy vagy két emberre épült a góllövés, hanem több játékos is lőtt, most is a felkészülés mérkőzés alatt 10 játékos osztozott a 22 gólon, ez mindenképpen örvendetes, és az is örvendetes, hogy sok olyan fiatal játékos rúgott több gólt, 4-et, 3-at, aki eddig nem is játszott a felnőtt csapatban. Március elején, mikor kezdődik a bajnokság második fordulója, tavaszi fordulója, ki ellen játszunk először, és milyen esélyeket latolgat? Maglódra megyünk, nagyon nehéz lesz felmérni, hogy mit tudunk. Egyrészt ott füves pályán fogunk játszani, mi eddig műfüves pályán edzettünk, nem tudjuk, hogy milyenek lesznek a viszonyok, a talajviszonyok, milyen lesz az időjárás, az nagyban befolyásolja, és a Maglód egy jó csapat. Én szerintem 8. helyen áll a bajnokságban, közvetlenül úgy mögöttünk, és egy nehéz mérkőzés lesz, és ahogy olvastam a felkészülés, jó szerepeltek a felkészülési mérkőzésen, erősítettek is, jó játékos anyaguk van, járnak edzésre, szóval egy jó mérkőzésre számítok.
Na, de azért nagyon fontos a fiúk lelkesítésében és lelkesedésében az indulás, az első mérkőzés, az első siker. Hát nem csak az első mérkőzés, hanem az első öt mérkőzés, ha így három ciklusra osztjuk a mérkőzések, az első öt mérkőzés tavaly két győzelem volt benne és három vereség, most még úgy veszik nehezebb is lesz, mert tavaly háromszor játszottunk itthon, kétszer mentünk, nagyon nehéz a sorsolásunk, hát egy jó rajt persze sok mindent elmond ilyen szempontból, hogy mi lesz későbbiek folyamán, de mégiscsak egy mérkőzés a 15 közül. Az edzések, a felkészülések alkalmával mit vár a fiúktól? Én úgy gondolom, a hozzáállás, a akarata, hogy dolgoznak, az mindenképpen jó példamutató, hál' Istennek. A sérülések is úgy elkerültek, persze vannak sérültjeink, de azok nem azért, mert hogy olyan húzódások vagy bármilyen más baj, hanem történtek más esetek, hogy mondjuk könnyök ficam, akkor az rosszul lett játékos, és akkor az ő nem meccet, szóval ilyenek vannak. Nyugodtan indulnak a márciusnak? Együtt a csapat? Hát nyugodtan vagyunk, hát most az a igazság, hogy per pillanat, most ha ma kezdődne, egy kicsit bajba lennénk, mert 5-6 játékosunk van, és nincs olyan állapotban, mert hogy most ilyen kisebb fajta sérülései vannak, és akkor most nem tudnának játszani, de remélem, hogy a bajnoki rajtra felépülnek, és az a igazság, azért egy teljesen új csapatot kell építeni a bajnoki rajtra. Egyrészt akik elmentek, két játékos az standard tag volt, akkor a Sárközi Szabolcs, aki játszott eddig, az mindenképpen kezdőember volt, ő az első fordulóban nem játszott három sárga miatt. Murák Krisztián, ő, aki ilyen húzamosabb ideje sérült, az már negyedik ember, és Bene Attila a könyöksérülés, aki valószínűleg nem lesz kész a bajnoki rajtra. 5 kezdőjátékosunk lehet nem lesz a tavalyi csapathoz képest.